elkövettük azt a hibát, hogy kijöttünk a második János Pál pápa térre. Gondoltuk, hogy ez egy tök jó program lesz itt az árnyas fák tövében kicsit pihengetni, meg levezetni az egész héten felgyülemlett feszültséget, de gyorsan rájöttünk, hogy nem a hőség a legnagyobb problémánk, hanem az, hogy fogalmam sincs, hogy melyik padra tudnánk leülni, anélkül, hogy májgyulladást vagy valami brutális bőrbetegséget kapnánk. De megmutatjuk, hogy miért van ez. Ugyebár vannak magukat zöld politikusnak tartó emberek, akik folyamatosan azt nyomják, hogy ők mennyire szeretnék zöldíteni a várost. Minél több parkot, minél több fát. Hát tök jó példa ez, itt van egy tök fasza park, legalábbis tök fasza lehetne, és elbasszák, konkrétan a városvezetés szintjén, elbasszák azzal, hogy megengedik azt, hogy itt emberek lakjanak ezeken a padokon, ebben a parkban. Most őszintén ki a faszom akar ezek után idejönni, és ezt a mérhetetlen húgyszagot szagolni folyamatosan. Ugye volt egy szép időszaka a városnak, amikor tarlós ismerek nem engedték meg, hogy az ember életvitelszerűen tartózkodjon az utcán. És ez nem csak azért jó, mert az emberek le tudnak ülni, mondjuk itt a II. János Pál pápa téren, hanem azért is zseniális gondolat ez, mert azoknak az embereknek, akik amúgy förtelmes körülmények között élnek az utcán, azoknak is sokkal jobb lesz az életminőségük azáltal, hogy bele vannak kényszerítve abba a szociális hálóba, ami az ő megsegítésük érdekében jött létre egyébként. Ha szóba kerül a hajléktalanság kérdése, akkor arról is érdemes néhány szót említeni, hogy ez tulajdonképpen nem csak gusztustalan és elmegy az életkedvet tőle, hanem közegészségügyi és közbiztonsági problémát is jelent. Miért van az, hogy bizonyos helyeken egyáltalán nincsenek hajléktalanok, és vannak bizonyos helyek, amik meg tömve vannak ezekkel az emberekkel? És Budapest sajnos az utóbbi időben a második kategória lett, és fontos arról is beszélni, hogy a hajléktalan tulajdonképpen nem hülye. Tehát a hajléktalanok oda mennek, ahol tudják, hogy nekik, és most ezt nagyon idézőjelbe kell rakni, ahol nekik jó. És Budapest jelen pillanatban a városvezetés balfaszkodásai miatt pontosan egy ilyen hely lett. Ez konkrétan egy hajléktalan paradicsom. Van kitől tarhálni, mindig csúran cseppen egy kis alkohol, mindig tudnak cigit szerezni maguknak, és igazából nagy valószínűséggel ezek az emberek másra nem is vágynak, nekik ez így bőven elég. Mindenkinek joga van mindenhez, mindenkinek joga van ahhoz, hogy a másik életét és mindennapjait is elbassza. Nem utáljuk a hajléktalanokat, sajnáljuk a hajléktalanokat, és hogyha egy felelős városvezetés ezeknek az embereknek jót akar, akkor nem azzal fog velük jót tenni, hogy hagyja, hogy az utcán csövezzenek. Az a durva, hogy tökre viszket az orrom, és nem merem megvakarni. Az már túl közel van a számhoz, és így, az meg csináljunk már valamit. Tényleg nagyon durva. Ilyen, az ember kijön ide, és 3 perc múlva nagyon hasonló a keleti pályaudvarhoz, ahol egyszer már forgattunk, és ott is elmondtuk, hogy az ember idejön, és nem kipiheni magát, hanem 5 perc alatt ilyen gusztustalan mocskosnak érzi magát, már csak a légkörtől is. Alszik. Kedvenc sztorim itt a téren, még a Covid időszakból származik. Az történt, hogy itt van egy tök jó, viszonylag modern, tisztán tartható köztéri WC, amit megépítettek. Jó, egyébként ebből valóban hiány van Budapesten, mindenki gondolom nagyon örült neki, hogy lett itt egy ilyen, nem kell haverhoz, meg haza, meg felugrálni, meg itt a bokrok tövébe húgyozni. Majd jött a Covid, ezt a köztéri WC-t veszélyesnek nyilvánította a városvezetés, mert hogy az egy Covid gócpont, amiben valójában lehet igazság, de nem az történt, hogy csak simán bezárták és ennyi, hanem bezárták, és mellé raktak egy gusztustalan, undorító, összeszart toj-toj WC-t, mert az nem Covid gócpont. Tényleg gusztustalan az hely. Ezt láttál? Nagyon szarszagú néni, az éppen higítót szipuzik abból az acskóban. Mondom. Hallod, bazd meg, és ez nem kutya szarszag, ez ember szarszag. Úristen.
Menjünk innen. Na nem tudom, ti hogy vagytok vele, de nekem bőven elég volt ennyi sétálgatásból, meg pihizgetésből. Köszi, hogy a városvezetés elbaszta a délutánomat. Tűnj innen a picsába.